a középre ível, és nem jelent túlságosan sok veszélyt. Balajca látta, hogy hogyan ívelődik, megy a labda. Vági pedig jön visszafelé. Szankovics labdáját még megmentik. Pavkovicsot hátul még előrébb, ez nem volt pontos. Pavkovics újra, ez már lehetőség. Sescsik, nagy lövés, és Balajca! És még egy lövés! És nem adják meg! Húha! Pintér Attila rögtön szétrobban a dütöl. Érkező ember. Sescsik teremtette meg a lehetőséget. Nézzük meg, hogy hogyan esett ez a mezőkövesdi akció. És valószínűleg igen, igen, valószínűleg ott volt már Diarra. Nem pontos a pörgetés, így Bárdihoz kerül, és ebből lehet egy lehetőség. Balázs Benyámin a jobb oldalon. Egy lövés, veszélyes, Tuivel! Remek újpesti akció, és egy bravúr Tuiveltől. Egy helyzet itt, egy helyzet ott. Diarra, Mól. Uhán a jobb lábára, vissza egy lövés, gól! Középen érkezik Andics, és berúgja a jobb alsó sarokba a labdát. Vezet az Újpest 1-0-ra Mezőkövesden a 29. percben. Remek a középreadás, a labda pedig a jobb alsó sarokban. Addig-addig hibázgattak a mezőkövesdi védők is, amíg volt nem kaptak végül. Védhetetlen, Tuivel hiába is ment a labdáért. Andrics jött, és kapásból nagyon szép mozdulattal küldte a jobb alsó sarokba. Diarra teszi előre. Finom volt ez a dolog. Ez a csel is jó. Most már lassan gólhelyzet Diarra. Nagy gólhelyzet mellé! Rá kellett lőni, nem tettnek szemrehányást a játékostársak. Tényleg lőni kellett, nagy alakítás volt, csak éppen az utolsó mozzanatba csúszott hiba. Íme Diarra első csele, a második. Innen már lőni kell, így van, csak nem így. Pauljevic és King. Két tagú a sorfa, Tuivel. És kicsúszik a kezéből Diarránál, Diarra, pa. Visszaszerzi, lőni fog, és mekkora gólt lő! Diarra bomba góljával az Újpest 2-0-ra vezet a 43. percben. Hát, belekacsázik egyet egyszer, az ember kicsit gúnyolódik rajta, erre a fiatalember úgy gondolja, hogy átteszi a lábára még egyszer, és valami őrült erővel lő a kapuba. Már ott gond volt Tuivelnek az előző mozzanatnál. Most megkapja, tessék figyelni. Óriási gól, hatalmas gól a bal sarokba. Remek cser, hát Tuivelnek esélye nem volt. Elindul kifelé. Pauljevic középre. Nagy helyzet volt. Érkezik Sescsik, és hatalmas lehetőség maradt ki most az újpesti kapu előtt, nem érte el. Sós, lehet futtatni, lehet vinni a labdát. Egy középre tett labda, és megint egy helyzet, ami kimarad. Hát ez már a sokadik. Még egyszer nézzük meg a szöktetést. Sós, remek a középreadás. Pauljevic is jól érkezik. Hát innen már nagyon nehéz kihagyni.
és kilövik megint a stadionból. Kifejelik, kimaradnak a helyzetek. Sorra rendre. Devecseri elől, Hudák elől, a védők elől. Most Devecseri lőtt. Az előző helyzetén Hudák megmozdulását figyelhettük. Végül Diarra avatkozik játékba. Kölcsönös hibák után indulhat az Újpest a bal oldalon, Balázs Benyáminnál. Jó a csel. A másik oldalán már kérik. Egy lövés, hatalmas helyzet. Tuivel véd. Cseke Benyámin volt az új ember, aki megcélozhatta a mezőkövesdi kaput, és meg is szerezhette volna a harmadik újpesti gólt. A Tuivel nincs észnél. Diarra csel sorozata. Ez nem annyira jó már. Cseked nagyon szépen visszahúzódik, íme. Nagy helyzet, még ideje is lett volna, volt is persze, hogy megnézze hova lövi. Azért Balázs Benyáminak megköszönheti az átadást. Cseke, ez még jobb, Nagy Tibornál, szép munka, lázok, és közbelépnek a mezőkövesdiek. Majd pedig Sósa az, aki visszajön, és ki húzza a labdát. Húha, mi minden történik itt, egy fordulat, egy lövés, de mellé. Andrics volt az, aki megcírozta a jobb alsó sarkot. Nem lett belőle gól. Igaz, lehetett volna. Ez egy remek labda volt. Ez nagyon-nagyon szép helyzetfelismerés. Itt Lázok azért megpróbálta, és ez után alakult ki az a helyzet, amikor Andrics nem sokat tévedett. Cseke. Diarra. Nem tudja átvenni a mezőkövesdiek szerencséjére. Még mindig nála lőhet. Fölé.